Jó reggelt kívánok! Önök az ATV híradóját látják. Tóth Géza vagyok, már is kezdjük legfontosabb híreinkkel. Megnyílt a Rafahi határátkelő Gáza és Egyiptom között, evakuálják a külföldieket és a sérülteket. Decemberre előrehozná a minimálbér emelést a kormány, a mértékéről még nincs végleges döntés. És 16 évre csökkenteni a választói korhatárt a Momentum, alkotmánymódosítót nyújtanak be. Átlépték a gázai egyiptomi határt az első mentőautók, amelyek palesztin sebesülteket szállítottak. Emellett több száz külföldi állampolgár is elhagyhatta a gázai övezetet. Izrael 3 hete bombázza a területet, a hétvégén pedig a szárazföldi erők is beléptek. Mindez azután, hogy a Hamas terroristái 1400 embert lemészároltak, 240-et pedig elraboltak Dél-Izraelből. A terroristák ráadásul folyamatosan rakétákkal lövik az izraeli településeket. Hosszú sorokban haladtak át reggel a mentőautók Egyiptomból a gázai övezetbe, a Rafahi határátkelőn. Visszafelé sérülteket hoztak a területről. Sok kamiont is lehetett látni, amelyek segít szállítottak a palesztinoknak. Katar közvetítésével jött létre a megállapodás Egyiptom, Izrael és a Hamas között arról, hogy a külföldi állampolgárok és a súlyos sebesültek elhagyhatják az övezetet a Rafahi átkelőn keresztül. A határ egyiptomi oldalán tábori kórház várja a sérült palesztinokat. Olyan betegeket hozunk, akiknek komolyabb orvosi beavatkozásra, illetve műtétre van szükségük. Ma 81 pácienst szállítunk át Egyiptomba, mondta ez a palesztin mentőorvos. A gázai kórházak zsúfolásig megteltek sérültekkel. Többeket ebben a Khan Yunisi iskolában ápolnak. A Jabalia menekültáborban különösen rossz a helyzet, miután Izrael kedd óta bombázza a területet. Az izraeli légierő ezeket a felvételeket tette közzé a légi csapásokról, amelyek közlésük szerint a Hamas egyik központját vették célba. Állítólag likvidálták a terrorszervezet egyik magasrangú parancsnokát is. Palesztin tisztviselők szerint legalább 50 ember halt meg a keddi bombázásban. A terroristák ebben a táborban gyakorlatoztak az október 7-i mészárlásra, és a fegyveresek innen indultak útnak, hogy a tenger felől is behatoljanak Izraelbe, mondta az izraeli hadsereg szóvivője, aki szerint a tábort iskola, kórház és kormányzati intézmények közé telepítették. Az izraeli szárazföldi erők is bent vannak az övezetben. Több katonát is vesztettek, amikor az egyik járművet a palesztinok páncéltörő rakétával találták el. Újabb tűzpárbaj volt Izrael északi, Libanonnal közös határán is. A Vörös-tengerre pedig a zsidó állam hadihajókat vezényelt, miután Jemenből rakétákat és drónokat lőttek ki Izraelre. A lakosság nagy része kezd visszatérni a normális élethez, ezt mondták híradónknak Izraelben élő magyarok. Közben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy elhúzódó katonai hadműveletekre kell készülni, aminek az elsődleges oka az, hogy Izrael minimalizálni akarja veszteségét. De csak akkor fogunk visszamenni, amikor az állam, a hadsereg szavatolja azt, hogy nincsen semmi veszély a kerítés túloldaláról, sőt tovább megyek, annyira nincs veszély, hogy egyáltalán nincs szükség kerítésre. Róna Ásera a Gázától 4 kilométerre lévő Szaát kibucban lakott családjával. Az ő kibucuk azon kevesek közé tartozik, amelyik csodával határos módon megúszta a mészárlást. Azonban több ismerősüket a Beri kibucban brutális módon meggyilkoltak. Hetekig kellett várni, hogy egyáltalán azonosítsák. Tehát nem lehetett tudni, mennyire voltak ugye olyan tettemek, akik annyira összeégnek, annyira felismerhetetlenek voltak, hogy DNS vizsgálat, meg fogászati, nem tudom milyen vizsgálat volt, hogy egyáltalán azonosítani lehet, hogy kiről van szó. Nem lehet tudni, hogy terrorista volt, vagy áldozat. Itt ülni a 4 fal között, és hogy nem csinál semmit, már rég faramáztam volna. Az izraeli lakosság a terrortámadás követő óriási félelem után kezd visszatérni a normális élethez. Kezdenek megjelenni a viccek. Az az igazság, hogy ha beengedjük a terrort a mindennapunkba, az életünkbe, akkor kész, ez megöli a lelket. És muszáj valahogy visszatérni a rendes életbe. Tehát nevetni, zenét hallgatni, táncolni, jól érezni magunkat.
mert másképp nem fogjuk ezt túlélni. Az ATV tudósítója kedden a gázai övezettől 4 kilométerre lévő Szderúttól jelentkezett be, ahol elmondta, hogy az izraeli kormány és a hatóságok felhívták a lakosság figyelmét az elhúzódó háborúra. Minimum 6-8 hónapig is eltartott a háború, tehát hosszú-hosszú katonai hadműveletekre készülnek. Az MCC geopolitikai műhelyének vezetője reálisnak tartja ezeket a számokat, melynek elsődleges oka az, hogy Izrael minimalizálni akarja a saját veszteségét. A szakértő azt is kiemelte, hogy újabb szereplő szállt be az izraeli harcokba, a jemeni huszi lázadók ugyanis hadat üzentek Izraelnek. De nem ez az igazán veszélyes, hanem az, hogyha a Vörös-tenger hajóforgalma ellen fordulnak. Tehát ha elkezdenek mondjuk nyugati zászló alatt amerikaiakhoz kötődő, izraeliekhez kötődő hajókat támadni, hiszen ellenőrzik a Vörös-tengernek a kapuját, ugye az ádeni öböl felé, ezt Jemen ellenőrzi, a hutik ellenőrzik, és itt bizony akár rakétákkal, akár drónokkal támadhatnak olajszállítóhajókat, LNG szállítóhajókat, amerikai hadihajókat. Demko Attila hozzátette, azt ugyanakkor nehéz megmondani, hogy mekkora az iráni befolyás Jemenben. Az ukrajnai háború okozta nemzetközi fáradtságról beszélt orosz telefonbetyároknak Giorgia Meloni. A beszélgetést még szeptemberben rögzítették, de csak most hozták nyilvánosságra. Az olasz miniszterelnök azt hitte, hogy az Afrikai Unió bizottságának vezetőjével beszélget. Az ukrán konfliktussal kapcsolatban azt mondta, úgy látja, hogy nagy a fáradtság, és már közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor mindenki megérti, hogy kiútra van szükség. Hozzátette, a probléma az, hogy olyan kiútat találjunk, amely mindkét fél számára elfogadható, anélkül, hogy a nemzetközi jogot lerombolnánk. Meloni az Olaszországba irányuló menekültáradattal kapcsolatban azt mondta, a nemzetközi partnerek szerint ezt a problémát az olaszoknak egyedül kell megoldaniuk, de ez egy nagyon ostoba gondolkodásmód. Az izraeli háború kiterjedése esetén az olaj világpiaci ára az egekbe szökhet, figyelmeztetnek a szakértők. A Világbank szerint ebben az esetben a 150 dolláros hordonkénti ár sem kizárt. Az energiapiaci elemző úgy véli, a gondok akkor jelentkezhetnek, ha az iráni Hormuzi szoroson az olajszállító hajók áthaladása problémákba ütközik. 612 forint egy liter benzin és 641 forint egy liter dízel ezen a budapesti benzinkúton. A holtankoljak.hu vezetője szerint egy hónapja tart az üzemanyagok árának csökkenő tendenciája. Az ármozgás irányát azonban az izraeli háború jelentősen befolyásolhatja. Hogyha sikerül rövid távon lezárni ezt a háborús konfliktust és helyzetet, akkor várhatóan az olajára sem indul felfelé, ami eredményezheti azt, hogy mondjuk a következő hetekben inkább stagnálásra, vagy inkább csökkenésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. Az olajjal azonban már más a helyzet. Ha ugyanis az izraeli háború eszkalálódik, drágulás várható. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint egyelőre a piac optimizmusa és az árak normalizálódása tapasztalható. Azonban, ahogy azt Grádottó hangsúlyozta, a politikai döntések jelentős változásokat eredményezhetnek. Fölszaladhatunk akár 100 dolláros szintig is, viszont tartósan biztos nem, mert tartósan azért alapvetően a kereslet-kínálat határozza meg a kőolajárakat és az üzemanyagárakat, márpedig keresleti oldalon azért az utóbbi időben inkább pessimista hangok jönnek. A Világbank az Ásványolaj Szövetség főtitkáránál is magasabb, mint egy 157 dolláros hordonkénti árat sem tart kizártnak, ha a háború a gázai övezet határain túlra is kiterjed. Kiéleződés esetén szerintük akár 6-8 millió hordóval csökkenhet a kínálat. A híradónak nyilatkozó energiapiaci szakértő szerint, ha Irán is a háború részesévé válik, óriási gondok jelenhetnek meg a piacon. Az ott található Hormuzi szoroson folyik keresztül ugyanis a világ olajának körülbelül 1/5, és a folyékony gáz körülbelül 30%-a. Tehát ha ők ott elkezdik a hajózást zavarni, hangsúlyozom, ezt nem kell lezárni az öblöt. Itt elég, hogyha megjelennek iráni hajók, és megkérdezi, hogy ki hova megy, ellenőrzi a szállítmányt, stb., akkor a világ gyakorlatilag már nem kapja meg azt a gázt és olajat, amire számítunk. Balogh József szerint, ha a háború nem eszkalálódik, akkor az olaj a 90 dollár körüli áron maradhat. 98%-on áll a hazai gáztárolók töltöttsége, derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből.
A tárca szerint az októberi enyhe időjárás következtében a fűtési szezon hivatalos kezdete után is nőtt a készletmennyiség, emiatt ilyen magas a töltöttségi arány. Az Európai Unió november 1-i határidőt ír elő a tagállamoknak, hogy elérjék a 90%-os kötelező feltöltési arányt. Ez Magyarországon már augusztus végére teljesült. A drágulás a budapestiek első számú problémája, derül ki a Republikon Intézet friss felméréséből, amit a HVG ismertetett. Még a fideszesek is a magas árakat és az inflációt emelték ki legnagyobb arányban problémaként. Arra kérdése, hogy Budapesttel mi a legnagyobb probléma, az egészségügy rossz állapotát, a dugókat és a forráshiányt mondták legtöbben. A fideszeseket leginkább a szemetes utcák, az ellenzékieket a forráshiány, a bizonytalanokat pedig az egészségügy rossz állapota zavarja Budapesten. Egy hónappal korábban már decemberben megemelné a minimálbért és a garantált bérminimumot a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor erről az állami tévében beszélt. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke híradónknak azt mondta, hogy a 2023-as évi magas inflációt még ez sem kompenzálná kellően. A Munkaadók Szövetségének alelnöke pedig arról beszélt, hogy az emelés mértéke és ideje a harmadik negyedéves GDP adatoktól függ. Adott esetben nézzük meg, hogy előre tudjuk-e hozni, akár december 1-jével a két bérelem, tehát a minimálbér és a garantált bérminimumnak a kifizetését. Ez a legújabb javaslat a minimálbér tárgyalásokon. Comba Sándor foglalkoztatás politikai államtitkár az M1-en kedden arról beszélt, hogy a szakszervezetek által a magas infláció miatt javasolt egyszeri 100 000 forint kifizetése helyett inkább egy hónappal hamarabb lépne érvénybe a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 10%-os emelése. Eszerint tehát a legkevesebb megkereshető nettó összeg több mint 177 ezer, míg a garantált bérminimum csaknem 217 ezer forint lenne már december 1-től. Mindkét minimálbér esetében egy 15%-os emelés lenne az, ami igazán kikompenzálna a 2023-as évet. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a jelenlegi javaslatnál is többet szeretne. Zlati Róbert elnök híradónknak azt mondta, legfontosabb számukra a munkavállalókat jobban védő jogi környezet elérése. Ennek érdekében nyitottak tárgyalni a minimálbér és a garantált bérminimum emelése közti különbségről. Az 5%-os folyamatot, vagy ezt a különbséget el tudjuk fogadni, akkor, ha a garantált bérminimum megállapítására, vagy az helyett kialakul egy ágazati kollektív szerződéses rendszer. Majd a 15-e utáni tárgyalásokon fog eldőlni, hogy mi lesz az időpont, december 1 vagy január 1, és hány százalékkal emelkednek. A Munkaadók Szövetségének alelnöke szerint a 15 és 10%-os emelés megadása sokban függ a november 15-én érkező harmadik negyedéves GDP adatoktól. Ahhoz, hogy valóban ilyen komoly nagy emelés legyen, ahhoz látnunk kellene, hogy ebben a trendben egy fordulat következik be, és a harmadik negyedévi adat alapján a GDP-nek az esése megállt, megfordult és már emelkedik. A híradónknak nyilatkozó munkaközvetítő cég kereskedelmi igazgatója arról számolt be, hogy az egy éve tartó recesszió meglátszik a munkaerőpiacon. Gyakorlatilag 25-30%-kal kevesebb pozíciót hirdettek az idén, mint az előző években. Ez mind-mind arra utal, hogy bizony-bizony a cégek egyfajta ilyen megtakarításos állapotban vannak, elfogytak a tartalékaik. Nógrádi József hozzátette. Az idén tapasztalt reálbércsökkenés miatt mintegy 20-25 ezerre tehető azoknak az aktív munkavállalóknak a száma, akik az elmúlt egy évben elhagyták Magyarországot. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a jövő évi adótörvények tervezetét. Eszerint egy évvel meghosszabbítják a reklámadó felfüggesztését, jövőre részben megszüntetik, 2025-től pedig teljesen kivezetik a közműadót. Valamint egyszerűbbé válik a személyi jövedelemadó és járulékszabályozás. Megmarad viszont a családi adó kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a 4 gyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentessége is. A portfólió szúrta ki, hogy az adócsomagban szerepel a desszert jellegű sajtkészítmények áfakulcsának csökkentése is, ami azt jelenti, hogy csökken egyebek között a túrórudi áfája is. Három gazdasági kérdés, köztük a resi csökkentés témája is bekerül a várhatóan novemberben induló nemzeti konzultációba. A kormány állítja, hogy Brüsszel a rezsicsökkentés eltörlésére készül.
Az Európai Bizottság viszont csak ajánlásokat tehet. A DK az Európa rekorder inflációval kapcsolatos felvetést hiányolja a kérdések közül. Hogyha van nagy támogatás, akkor orkánszerű ellenszélben is be tudom navigálni Magyarország hajóját abba a kikötőbe, ahol a magyarok érdekét meg lehet védeni. Erősebb brüsszeli alkupozíció. A miniszterelnök szerint ez indokolja, hogy a kormány újra a válaszokhoz forduljon. Három olyan gazdasági témájú kérdés is lesz. A 10-11 kérdésből három gazdasági témájú lesz. Ezt már a kormány szóvivő jelentette be. Szentkirályi Alexandra kiemelte, Brüsszel célja, hogy a kabinet eltörölje az extra profitadót, a kamatstopot, de még a rezsicsökkentést is. Azt a rezsitámogatást akarják eltörölni, amelynek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áramára, havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a családok energiaszámláit. Az Európai Bizottság állásfoglalása ugyanakkor, amelyre a kabinet hivatkozik, nem kötelez, hanem ajánlásokat tartalmaz. Helyette olyan intézkedéseket sürgetnek, amelyek a legszegényebbeket segítik, miközben a költségvetés sem borítják meg. Csak idén, szeptemberre bezárólag 1105 milliárd forintot emésztettek fel a rezsivédelem költségei. Részben emiatt az idei GDP arányos hiánycélt 5,2%-ra módosította a kormány. 2024-től ezt az értéket csak úgy, mint a Covid előtt 3% alatt kell tartani. Máskülönben túlzott mértékű hiányeljárás indulhat Magyarország ellen. Ha megsérti az illető kormány, akkor elindul egy eljárás. Ez az eljárás először csak figyelmeztetést jelent, de ha sokáig fennmarad az egyensúlytalanság, akkor akár forrás elvonás is lehet belőle. Tehát komolyan kell venni ezt a 3%-ot. A DK számos javaslattal lépne fel, hogy a családok olcsóban jussanak hozzá a gázhoz és áramhoz. Azt gondolom, hogy nem egy nemzeti konzultáció keresztül időhúzó és szerintem fölösleges és drága kérdéskomplexumát kéne rázódítani a magyar lakosságra, hanem alakítani kéne a beszerzési árakon lefele, az államnak kevesebb hasznot kéne húzni ebből, és az általános forgalmi adó szintjét csökkenteni kéne. Dávid Ferenc leginkább az infláció témáját hiányolja a nemzeti konzultációból, amely Magyarországon továbbra is Európa rekordernek számít. Az ország 27 pontján nyit hazaváró irodákat a kormány, amelyek célja a jelenleg külföldön dolgozó és élő magyarok hazacsábítása, a hazaköltözésükkel kapcsolatos ügyek intézése, írja a HVG. Ahogy írják, Bajától Dunaújvárosig, Budapestről Győrig és Salgótarjántól Nagykanizsáig lehet majd ezekkel az irodákkal találkozni. A lap szerint a magyar közlönyből az is kiderül, hogy az irodáknak az eleve meglévő kormányablakok adnak majd helyet. A projekt részeként a személyes ügyintézés mellett telefonos segítséget is lehet majd kérni. Az egész projekt működtetésére több 100 millió forintot fognak költeni. Alkotmánymódosítással adna szavazati jogot a Momentum a 16-17 éves fiataloknak. Az ellenzéki párt szerint a nemzetközi példák is alátámasztják, hogy ez a korosztály érett arra, hogy szavazati jogot kapjon. A javaslatra a Fidelitas híradónknak úgy reagált, a Momentum ötlete kampányfogás, és nem a fiatalokról szól, hanem a párt politikai túléléséről. És szavazati jogot szerezzen minden 16 és 17 éves fiatal is az EP választásokra. Fogalmazta meg célját a Momentum ifjúsági szervezete. A 10X aláírásgyűjtésbe is kezdett a siker érdekében. Fő érvük szerint ebben a korosztályban már sokan dolgoznak és adóznak. Még sincs beleszólásuk az ország és a helyi közösségek dolgaiba. Ez a generáció már rengeteg információhoz fér hozzá, interneten, TikTokon, YouTube-on, stb. Sokkal tájékozottabbak ezek a fiatalok, mint azt elsőre gondolnánk. Borsik Viktor hozzátette, a Momentum alkotmánymódosítást szeretne elérni, és később általános választójogot szerezne a 16-17 éveseknek. A jelenlegi szabályozás szerint az EU-ban 4 olyan ország van, ahol a 16 évesek már most is szavazhatnak az EP választásokon. Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán. Az országgyűlési választások esetében más a helyzet. Ausztrián és Görögországon kívül mindenhol 18 év az alsó korhatár. Ez kizárólag arról szól, hogy az Európai Parlamentből ne pottyanjon ki a Momentum. A Fidelitas elnöke szerint helyes, hogy a választójog a jogi cselekvőképességhez, vagyis a 18 éves korhoz van kötve. De van helye a fiatalabbak politizálásának is. Erre az a gyakorlat, hogy becsatornázni a politikai ifjúsági szervezeteken keresztül az ő
ötleteiket, álláspontjukat, javaslatukat, és hogyha valaki a 18 éves kort eléri, akkor onnantól részt vehet. Horn Gábor úgy gondolja, a Momentum elkésett az ötlettel. Időben előkészítve akár a következő választásokra már most ezt a problémát asztalra téve, egy tisztességes társadalmi vita után, akár népszavazással én ezt a kérdést tovább vinném, és fontosnak tartanám, így inkább egy kampányeseményként látom, amivel persze semmi baj nincs, hiszen kampány van. Záruk Péter farkas sem lát sok esélyt arra, hogy a 16 évesek a közeljövőben szavazni fognak. Elsősorban a magyar politikai aréna jelenlegi helyzetét, a kormánypártok helyzetét látva nem hiszem, hogy a korhatár lentebb szállítása érdemben befolyásolná a politikai mezőnyt, tehát a Momentum lehet azt gondolja, hogy akkor ez neki valamilyen előnyt jelentene, de a politikai aktivitás hiánya a fiatalok részéről korán sem igazolja ezt. A politológus szerint Magyarország választási rendszerének ennél vannak fontosabb megoldandó kérdései is. Ellopták a halloweeni dekoráció egy részét ismeretlenek Szederkényben. A baranyai faluban faragott tökökből készítettek köztéri installációt, ebből vittek el több darabot. A helyieket azért háborította fel különösen az eset, mert karácsony előtt történt már hasonló, akkor a Betlehemből lopta ki valaki a Szűz Máriát ábrázoló játékbabát. A helyiek teremtették elő a feltételeket, és saját kezüleg egy nap alatt állították össze ezt a kompozíciót a baranyai Szederkényben. A halloweeni installáció elkészítését a német kisebbségi önkormányzat is támogatta, ebből lopott el valaki néhány faragott tököt. Azért ugye nem hívtuk fel a rendőrséget, hogy elloptak tőlünk 3-4 halloween tököt, igazából ezért gondoltam, hogy kitettük a Facebookra, mert volt már egy hasonló eset, ugye egy adventi dekorációból szintén a Szűz Mária babánkat lopták el pár évvel ezelőtt, ami tényleg szomorú, de én meg vagyok győződő, hogy nem Szederkények tették, valaki, aki itt áthajtott a falun és megtetszett neki. Az nem derült ki, hogy ki és miért vitt el a tököket, de a helyieket felháborította, hogy már azt is lopják, ami egyébként könnyen és nem is túl drágán elérhető. És hogy erre fanyalodjon valaki, hogy egy falu örömére oda lett állítva egy dísztök, vagy egy ilyen halloween emlékére, vagy tiszteletére, és egyszerűen csak elviszik. Az ember esze megáll. Hogy összefogással, civil kezdeményezéssel, energiát, pénzt, időt nem sajnálva rá, szépítik a települést, mindenre megemlékezve, és akkor emberek nem tisztelik ezt és ellopják ezeket a díszeket. Mélységesen felháborít még egyszer. A közösségi oldalon hamar elterjedt, hogy meglopták a szederkényiek dekorációját, ami után nagyon hamar jöttek újabb felajánlások, és az eltűnt tököket pár nappal később újakkal pótolták. És ideig a híradó hírei, most indul a Start aktuális és közéleti témákkal, és hogy mi mindenről lesz szó, azt Andris mondja el. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az ellenzékben vannak egyébként megirigyeltem a szederkényi polgármester borotválkozási szokásait, csak szólok, Géza, mielőtt egyébként hatalmas kommentáradat indul meg, hogy ezt hogy lehet csinálni. Örömmel betölteni a DK-SZDSZ-nek szerepét Ungár Péter, ha a Gyurcsánypárt egyszerre hatalomra kerülne, de az LMP-t nem olvasztaná be az egykori kormányfő pártjába. Ezt mondta a heti válasz, bocsánat, az A-hang újságírók képzésének résztvevői kérdésére Ungár Péter, és hát Gyurcsány Ferencet Chagallhoz és Mózeshez hasonlította, úgyhogy lesz miről kérdezni Ungár Pétert, azt gondolom, szerintem ez egy érdekes beszélgetésnek ígérkezik, úgyhogy Jegesi András híradó riporter, szerkesztő riporter kollega segítségével próbáljuk Ungár Pétert szembesíteni a valósággal. Ez lesz egyelőre az első témánk, Géza, meg az első felvonásunk, és hogy még miről lesz szó, azt Emiliával elmondjuk. Köszönjük szépen, Andris, a kertcsinálót. Szerintem sikerült odaragasztani a nézőket a televízió képernyékkel. Remélem, hogy minél többen közben is felébrednek. Tehát most indul a Start, én pedig majd 7 órakor várom önöket egy rövid híradóval. Tartsanak velünk ma reggel is, és további jó tévézést kívánok!